Már is itt van velünk ugye Sütő Iza, gasztroblogger. Szervusz, szia. Aki ugye télen előfordul az emberekkel, hogy ugye hajlamosabbak vagyunk arra, hogy nehezebb ételeket fogyasztunk, és picit meggyötörjük ilyenkor a szervezetünket, de Iza segítségével téli saláta variációkat fogunk készíteni. Ha jól tudom, akkor meleg salátát is fogunk most látni, illetve hideget is. Szia, igen, Iza. Sziasztok, sziasztok. Igen, készíteni fogunk egy meleg gombasalátát, amelyet gesztenyével is egy kicsit meg fogunk spékelni, és cikória levelekbe fogjuk tölteni, illetve szívsalátába, és készíteni fogunk egy hideg grapefruitos salátát avokádóval, borsócsirával, úgyhogy nagyon finom falatok következnek. Igen, ez a meleg saláta, ez nagyon jól hangzik, mert ugye valahogy a saláta az, hogy az ember összekeveri, hideg, így télen nem mindig van kedve az embernek, igen, ehhez így hozzákezdeni, nem? De azért, ha kicsit meleg, akkor az jól esik a gyomornak is, a léleknek is. Így van. És egészséges. Igen, mert ugye télen ugye az ember inkább ugye tényleg meleg ételekre vágyik. Igen. Viszont ne menjünk el amellett szerintem, hogy ezeknek nagyon jó élettani hatásai is vannak. Nem csak nyilván a salátáknak is, de amiket most ugye készíteni fogsz. Ezekről tudunk egy picit beszélni? Természetesen. Ugye a gombának nagyon magas a fehérje tartalma. A barna csipelke gomba mellett én hoztam még kétféle japán gombát. Az enoki gombát, amelyet egyébként már marináltam is, egy kis szójaszózban és pirított szezámolajban, majd ezt is rá fogjuk tenni a kis salátánkra, nagyon finom illata van. És hoztam enoki gombát is. Mind a kettő gombára az jellemző, hogy nagyon magas a B3 vitamin tartalma, és igazából ez hozzásegíti a szervezetünket a természetes koleszterin kialakításához, és ugye tápál bennünket, hiszen a fehérje tartalom az a gombában egy természetes fehérje, úgy. Akkor meleg saláta megvan, a hideg salátát, azt pedig említetted, hogy grapefruit, és igen, piros grapefruitot hoztam, ezt ki fogom majd filézni, és avokádót is fogunk beletenni. Avokádó grapefruit, nagyon finom öntetet fog hozzá csinálni, mert ezért a salátához fontos az, hogy egy nagyon finom ízletes öntetet tegyünk rá, és borsócsirával fogjuk még a tetejét díszíteni. Úgyhogy az is egy nagyon látványos, szép és friss, finom saláta lesz. Ez nagyon jól hangzik. Most magadra hagyunk, de visszatérünk majd még hozzád, és akkor megnézzük, hogy hogyan is készülnek ezek pontosan. Köszönöm.